most elkezdődik. Ide gyűjjön Apraja nagyja, aki a maskarákat látni akarja. Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is megjelenjen. És mindjárt bemutatok egy szuper hölgyet, egy Superman hölgyet, aki zongorázni fog, nem más, mint Pilipisina Elina Bach menüettjét, és egy nagyon vidám Kabalevszky a Bohóz című művét játsza, fogadják sok szeretettel. Thank you.
És most következik az együttes legfiatalabb tagja, hiszen ő most szeptember-októberben csatlakozott a zenekarhoz, és már is szólót játszik, Szapári Levente következik, Anonymous Child Groove-ját adja elő. Thank you.
40 napig, mulatoznám pirkadatig. Farsang faggyal érkezett, tánccal temettük a teret. Farsang fánkja illatozik, órunk, gyomrunk vágyakozik. Nagy völgy előtt farsang farka, hatacáré 3 napra. Kövér sütörtökre már véget ér a karnevál. Nagy böjt után fogyókúra, jövőre megkezdjük újra. Most egy igazán különleges mű következik. Meghallhatják a következő műben, hogy milyen effektusokat, milyen különleges hangzásokat lehet a furujából kihozni. Csillag Péter művét játsza a tanárnéni, Balázs Árpádné, Zia néni a növendékeivel. Fogadják őket sok szeretettel. Vidor Miklós versét is elhoztam ma este, kedves közönségnek. Borombába jártam az este, szamárral táncolt a kecske, 3 majom húzta a nótát, vasvillával lettek szamócát. Be is csípett egy-két legényke, lisztes zsákot húztak a pékre, hordon lovagolt egy bohócot, 2 füles dinnyével golyózott. Nyúlfi elüliszkolt a róka, fején árvalányhaj paróka, vip paprika Jancsi dobolt rám, ilyen volt a híres Borombád. Ez a sok vidám szöveg, vers, zene után következik egy szomorú dal. Az a címe a következő számnak, hogy mindjárt nézem, hogy Sadness and Sorrow, és ez nem más, mint egy nagyon ismert, a gyerekek által közkedvelt animációs filmnek a zenéje, hát közkívánatra, gyerekek kívánságára
írtam ezt a dalt, és most elő fogjuk adni egy kamara zenei formációban. Ez nem más, mint a Naruto, a főhős, aki itt van, aki lement a pántjáért, ugye, mert ez nélkül nem lehet, ennélkül nincs energia, nincs erő, ugye. Ugye, úgyhogy fogadjál sok szeretettel a Naruto című animációs filmből a Sadness and Sorrow. Te Itália híres zeneszerzője, ugye, aki csak vidám, pörgő zenéket írt, legtöbbet. Vivaldi hang versenyművéből a harmadik, C-dur versenyművének harmadik tételét adja elő Vasas Rebeka. Fogadják sok szeretettel. Thank you.
Balázs Árpádnének. Rebeka ezzel a produkciójával bejutott az országos verseny döntőjébe. Múlt héten volt Szombathelyen a válogató verseny. Csak közben egyeztetünk, mert én hoztam egy párat, és megpróbáljuk betűzködni a megfelelő helyekre. Egy farsang állarc és maskara nélkül mit sem érhet, ezért Tóth Erzsébet Farsang című versét hoztam el. Azt nézzék el nekem, hogy most majd lánynak kell képzeljenek, mert hogy egy lány fog beszélni arról, hogy a karnevál hercegét hogyan is hódítsa meg. Rizsporos parókából rakatom a kontyom, a maszkabálon jól megrázom a rongyom. Minek öltözzek, hogy egy nagyot szóljon, hogy karnevál hercege nekem udvaroljon? Özvegyek között én legyek a szalma, vagy hófehérkéből a mérgezett alma. Talán Botticellitől a rózsás madonna, ugyan legfeljebb egy vén tonnadonna. Legyen emlékezetes ez az idei farsang, de nem jön ki számon csak pár fals hang. Persze így nem lehetek, Mária Kályász, és hát leszek majd a mitológiából, Athéni Pallas. Egyre csak töprengek, hogy minek is öltözzek, hogy a herceg szívébe jó mélyen beköltözzek. Lehetnék esetleg az Anita Ekberg, 90-es mellőséggel sajnos Isten nem vert. A számtalan lehetőségtől összezavarodok, már éjjelente is csak jelmezzel álmodok. Francba a farsanggal nem őrülök bele, pedig a szekrényem maszkokkal van tele. Nem kötelező, hogy karnevárost játszak, a bál hercege meg majd bókoljon másnak. Ez az egész móka nálam csak elmélet, nem való már nékem a hedonista élet. Egy tál szalagos fánkot magam elé veszek, és addig falom, amíg egy kis gömböz leszek. Kalapos Istvánt hallhatták, aki kidomborítja ezúttal is, sok oldalúságát, furujázik, zenél, énekel, verset mond, és a többi nem sorolom föl a többi erényeit. Következik Etienne de Vigne Heavy Suite című műve. Ezt a művet a zeneszerző, a belga zeneszerző a Muzika Antikva Együttes 40 éves jubileum koncertjára komponálta, és ott is mutattuk be teljes egészében. Nagyon örülünk, hogy egy művet szánt Hévíznek, és most ismét felújítottuk ezt a művet. Ebből három tételt hallhatnak, hiszen idén is egy kisebb jubileumunk van, de ez is egy jubileum, mint 45 éve alakult a Hévízi Muzika Antikva Együttes. Thank you.
szintén egy nagyon vidám virtuószám következik, Marin Maré Le Basque szólót játszik Vasas Rebeka. Még a nagy bőjt előtt azért a nagy evészeteké a főszerep, úgyhogy ebben is egy kis helyet kap majd ez, egy kis népi mondóka, jó kívánságokkal teletűzdelve. Farsang napja ma vagyon, tyúkot üssenek agyon, bor legyen az asztalon, hogy a vendég ihasson. Tyúk ide húsos, kalács ide fonatos, rétes ide mákos, varas ide páros. Vízkeresztül 40 napig mulatoznánk pirkadatig, farsang faggyal érkezett, tánccal temettük a telet. Farsang fánkja illatozik, orrunk, gyomrunk vágyakozik. Nagy bőt előtt farsang farka, hacacáré 3 napra. Kövér csütörtökre már véget ér a karnevál. Nagy bőt után fogyókúra, jövőre megkezdjük újra. Következik Ránki György Széki csőrdöngölő című műve. Ránki György, Kossuth-díjas zeneszerzőnk, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megtisztelte a zenekart, hogy művet írt neki. Egyébként el szoktam mondani, hogy az emléktáblája megtalálható az Állami Gyógyfürdő Kórház falán, a többi híresség mellett, úgyhogy nagyon nagy szeretettel játszok ezt a művet azóta, és ezt még Adorján József tanár úrnak komponálta, ő vele állt nagyon jó kapcsolatba, és azóta is repertoáron tartjuk, hiszen ez is egy nagyon vidám, úgy ahogy Pist is mondta, egy népi, népzenei mű, fogadják sok szeretettel. Thank you.
végére. Ilyennek is akartuk. Pörgősre, vidámra, és nem túl hosszúra. Szeretném azonban az utolsó szám előtt megköszönni felkészítő tanárainknak a munkáját. Naszádosné Bálint Zsuzsanna készítette fel a két ügyes versmondó lányt. Az ő nevük is hadd hangozzon el. Lipovics Hanna és Szálech Miriam szavalatát hallották. Lipovics Hanga, elnézést. Szeretném megköszönni Balázs Árpádnének a felkészítést a furujásokat, ő készítette fel. Pusztainé Bálint, Pusztainé Puskás Zsuzsanna, a zongoristákat. További kellemes is estét kívánunk mindannyiuknak, remélem jól érezték magukat, nagyon örülünk, hogy ismét együtt lehetünk, és köszönöm szépen az önkormányzat részéről is az engedélyt, hogy itt megszervezhetünk, hiszen az iskolában sajnos nem szervezhetünk a szülők előtt ilyen koncerteket, örülök, hogy a szülők is eljöttek, így meghallgathatják meg a gyerekek produkcióit. Úgyhogy következzék szintén a farsang jegyében egy nagyon vidám, vicces kis dal, Leroy Anderson, Plink, Plank, Plunk a címe. Fogadják csak szeretettel, köszönjük megtisztelő figyelmüket és a viszontlátást!